Mióta járható a híd? Hány órától? Amikor én innen elindultam a tárgyalásra, a fiúk akkor kezdték el szétrendezni, az 4 óra 45 tájban volt. Mire a naptelevízióból visszaérkeztem, addigra az összes híd, amin keresztül jöttünk, mert nem egy hídon jöttünk át, cikcakban jöttünk a hidakon, hogy az emberekkel megbeszéljük és tisztázzuk, hogy nehogy félreértések legyenek, mert sajnos magáncépések. Rádiókor keresztül a házak tetején levő antennáikkal nagyon sok adást is zavarnak és dezinformálnak. És ezért mondtam az előbb is azt, hogy ami információ lejön, járjanak utána több más csatornán, hogy valós-e. Sok az álhír, úgy gondolja? Nagyon sok. Nagyon sok. Az éjjel nem volt itt semmiféle ellentmondás? Nem tapasztaltak ilyet? Nem, semmi. Mert mihelyest megpróbáltak bármilyen provokatív tevékenységet itt folytatni, vagy valami embert megpróbáltak úgy felhetszelni, hogy valami történhessen, alapvetően megakadályoztuk azt, mert egyszerűen kiközösítettük. Bocsásson meg, uram, hogy fölébresztettük, ne haragudjon már. Tudott egy kicsit pihenni? Hát egy elég keveset. Ez az első alvás, ami ez alatt a 3 nap alatt volt. Hát... Mióta vannak kint? Pénteken reggel, folyamatosan. Elég jó hangulat tulajdonképpen. Tényleg itt az emberek támogatnak bennünket, talán azért nem is aludtunk. Szóval annyira velünk voltak, hogy nem, itt hordták itt az ételt, italt. Szóval csodálatos volt. Itten a környéken semmiféle probléma nem volt. Tehát általában nagyjából szervezgettem. Mikor szabadították fel az Osztyapenko szobor melletti utat? Egy sávot? Te ilyen tüzet? Félkor? Igen, bocsánat, ne haragudjon, mert kicsit érzünk. Kettő sávot nyitottunk először, még a megbeszélteken kívül, és akkor egy fokozatosan szűkítettük. Foglyul ejtettek minket Győrnél. 6 órán keresztül, vagy 4 órán keresztül nem engedtek, hogy hazajöjjek a gyerekeimhez, a családomhoz. Utána az Dunántúlon menekültünk, szószoros értelemben szinte üldöztek minket, úgyhogy szántóföldeken keresztül kellett haladnom. Kik üldözték ezeket? A blokkádosok. Azt hallottuk, itt mondták a többen, hogy Győrbe problémák vannak, verekedés tört ki. Megkérdeztük a segélycsatornát, 1 perc alatt letelefonáltak Győrbe, semmi nincsen, provokáció az egész. Az egész városban nyugalomban átengednek, mindenkit, mindent lehet kapni. Nincs múltó, semmi gond. Senkit nem üldöznek, senkit nem vernek, csak aki hülye, kicsik, mint a magáé. Uram, így ne beszéljen. Ez jellemző ez a hang, hogy maguk beszélnek. Így van. Hová tartanak? Dunaújvárosba. Nem tartanak attól, hogy nem jutnak el odáig? Nem. Nem? Nem, reméljük most ma fölengedik. Igen, de lesznek még egyeztető tárgyalások a kormány és az érdekeltek. Azért jöttem fél, már tegnap nem tudtam a gyerekeké fölmenni, már itt laktok Pesten, már itt dolgoztak, aztán most itt vannak az izéba. Hát akkor jó utat kívánok. Miért állítottak meg ezt a taxist? Ezt azért állítottuk meg, hogy szeretnünk megtudni, hogy szolidaritásból dolgozik-e velünk, vagy utasokat szállít. Azért... Meg lehet tudni, igaz? Igen, így megtudjuk, hogy most... Igen, hallod, a szabad jelet kapcsol fel. Így jó. Ilyenkor most mi van? Miért állították önben? Hát azt mondták, hogy interjút készítenek velünk. De most utasokat visz, vagy a családod? Családod, persze. Jó utat kívánunk. Köszönjük szépen. Az a véleményem, ami Osztyapenko úrnak is, most már ne tovább. Meg lehet nézni ott fönt a szobornál.